Mindenkit ez itt a TASZ Megafon, melynek mai témája a TASZ és a K-Monitor közreműködésével, együttműködésében készülő korrupció figyelő program, illetve jelentés. Én Döblentei Dániel vagyok, a TASZ jogi munkatársa, és köszöntöm vendégeinket, Gyükeri Mercedest, a HVG újságíróját, Hajdú Nórát az IDEA intézettől, továbbá Vince Orsolyát, a K-Monitor munkatársát. Szeretném is átadni a szót, és az első kérdést azt rögtön Orsolyához szeretném intézni. Én még pedig az, hogy tulajdonképpen mi a korrupciófigyelő programunknak a célja, mi az, amit meg szeretnénk ezzel mutatni, és milyen szempontok mentén végezzük ezeket az elemzéseket. Sziasztok, Vince Orsolya vagyok, a K-Monitor munkatársa, és a TASZ-szal együtt valóban ezen a korrupciófigyelő programon dolgozunk többek között, mert szeptember óta felmerült bennünk ez a gondolat, hogy jó lenne egy hosszabb időszakon keresztül átívelő elemzést nyújtani arról, hogy a jogállamiság és a korrupció kérdései hogyan kapcsolódnak össze. Azt láttuk az utóbbi időszakban, különösen koronavírus járvány kapcsán, hogy egyre inkább megjelentek a kormány részéről olyan tendenciák, hogy a járványra hivatkozva, vagy a járványkezelés égisze alatt olyan intézkedéseket vezettek be, amik egyszerre mind a két szempontból tulajdonképpen aggályosak voltak. Egyszerre növelték a korrupciót, és közben a jogállamiságot is lebontották. Azt találtuk ki ezzel kapcsolatban, hogy a következő időszakban ezt folyamatosan úgy fogjuk elemezni visszatérően, hogy időről időre egy egységes szempontrendszer alapján fogjuk elemezni azt, hogy mi történt ezeken a területeken Magyarországon. Hogyan járultak hozzá a kormány intézkedései ahhoz, hogy egyre inkább lebomlik a jogállam, és egyre szélesebb körűvé válik a korrupció. Eznek kapcsán dolgoztunk ki egy szempontrendszert, ami alapján így minden egyes intézkedést tudunk értékelni. Elmondanám, hogy mik ezek a szempontrendszerek, mi ez a szempontrendszer, ami alapján vizsgáljuk. Ez három azzal kapcsolatos, hogy hogyan él vissza a kormány a hatalommal, tehát hogyan szolgálja esetleg a korrupciót. Három pedig szorosabban kapcsolódik a jogállamisághoz. Nos, az mindig kiderült, miközben írtuk ezeket a jelentéseket egy időszakra vonatkozóan, ugye most azt találtuk ki, hogy három hónapontra fogjuk ezt megvizsgálni, de többször is olyan szintű problémába ütköztünk, hogy egyes intézkedések nyilván túlnyúlnak ezen az időszakon, illetve hát az is előfordult, hogy egyes intézkedésekről egyszerűen később szereztünk tudomást. Ez is az átláthatóság kérdéséhez kapcsolódik. És a korrupció és a hatalommal visszaélés témakörében a következő három szempontot vizsgáljuk. Egyrészt az egy fontos követelmény, amikor ezt vizsgáljuk, az az, hogy maga a kormány nem használhat fel közpénzt. Egy ideális esetben a közpénz felhasználása az lenne a célja, hogy abból mindenki részesüljön. Tehát nem használhat fel egy kormány közpénzt pusztán abból a célból, hogy az a saját hatalmát erősítje meg. Rengeteg példát találtunk ennek az ellenkezőjére. A másik például az lehet, hogy ha a közvagyonnal a kormány olyan szinten rendelkezik, olyan módon rendelkezik, hogy csak egy bizonyos csoport részesülhet ebből. És hogy ezt a bizonyos csoportot, hogy ki legyen ezt a csoport, a kormány a politikai elköteleződés alapján válogatja meg, vagy választja ki. A harmadik, ami szintén a korrupció mértékéhez járulhat hozzá, az az, hogy amikor a kormány a közpénzből származó forrásokat kizárólag azért biztosít bizonyos szereplők számára, mivel hogy rokon szenvezik velük. Ugye ez az, amit így egyébként így a csókosoknak való osztogatásként írnak le journalisztikai köznyelvben. A jogállamiság témaköre, ez így pont a járványkezelés kapcsán, nagyon sokszor látni fogjuk, hogy átfedésben van. Van egy olyan elvárás, ami szintén akár a korrupcióhoz is kapcsolódhat, hogy az államnak magának átláthatóan kell működnie. A polgárokat fontos tájékoztatni arról, hogy mi történik, miért történik, és a polgároknak ezáltal lesz lehetőségük a közhatalom ellenőrzésére. Egy másik követelmény az az, hogy vannak olyan intézmények,
amelyeknek a függetlenségét lényegében az alaptörvény is garantálja. Most minden olyan magatartás, amit a kormány azért folytat, hogy ezt a függetlenséget csökkentse, vagy az autonómiát, szereplők, az államtól független szereplők autonómiáját, az ilyen szinten a jogállamiság lebontására alkalmas. De állami szervek függetlenségéről beszéltünk, önkormányzatokról, bármiről. Rengeteg példa volt erre szintén az elmúlt időszakban. És illetve az utolsó követelmény, amit így azonosítottunk, az az, hogy az önmaga lényegében ennek az eszenciája, az az, hogy a válságkezelésre hivatkozva ezeket a követelményeket, a jogállami garanciákat és a közpénzek felelős költésének követelményeit nem szabad lebontani. Ennek kapcsán elemeztük, ennek az a 6 szempontnak kapcsán elemeztük az elmúlt időszak kormányzati intézkedéseit, és az egyes intézkedéseket besoroltuk annak alapján, hogy ezek közül a követelmények közül melyiket sérti meg. Nyilván ez elég kevés olyan volt, amely csak egyetlen egy szempontból tűnhetett aggályosnak. Köszönöm szépen, egy számadattal szeretném ezt az egészet kiegészíteni. Az előző jelentésünkben nagyjából 1,5 tucatnyi esetet, intézkedést gyűjtöttünk össze, és ezt több mint 50 alkalommal sértették ezeket az előbb felsorolt kritériumokat. Következő jelentésünk az valószínűleg még terjedelmesebb is lesz, és ennek megfelelően valószínűleg még több alkalommal fogják sérteni ezeket a követelményeket. A következőkben szeretném átadni a szót majd Mercedesnek és Nórának, akik szakértőként működnek közre másokkal együtt ezeknek a jelentések készítésében, és hozzátok azt a kérdést szeretném intézni, elsőként Mercedeshez, utána majd Nórához, hogy hogyan kapcsolódik ez a tevékenység a szakterületekhez, szűken vett munkátokhoz, illetve hogy ezzel összefüggésben miért gondoltátok fontosnak, hogy elfogadjátok a felkérésünket és közreműködjetek ebben a jelentésírásban. Én is köszöntök mindenkit. Ugye én a hvg.hu-nak vagyok a gazdasági rovatvezetője és az egyik szerkesztője. És amiket Orsi említett, nagyon, nagyon sok olyan terület volt, ami közvetlenül ugye bizonyos pénzek elköltését, vagy annak a módját illette. Tehát, hogy önmagában már az, hogy a pénzkezelés, vagy a járványkezelés, az hogyan zajlott az elmúlt időszakban, a járvány kitörése óta, az egy nagyon érdekes kérdés, és akkor itt jön be az, hogy a sajtónak ugye alapvető feladata a közhatalom ellenőrzése, és hogy nem csak az volt az egyik probléma, hogy azokat a pénzeket, tehát amit láttunk költések, azok hogyan történtek, de ugye megvolt az a rész, hogy nagyon sok intézkedés vagy átláthatatlan volt, vagy valóban, ahogy Orsi is említette, sokkal később értesültünk róla. És ezért gondoltam nagyon fontosnak ezt a kutatást, és igazság szerint a felkérésetekre pedig azért válaszoltam azonnal igennel, mert hogy itt a sajtóban, itt a szerkesztőségben egyfajtában egy kicsit olyan érzésem volt, és amúgy is van, hogy mit magunkban sírunk, és nagyon jó az, hogy a TASZ részéről és a K-Monitor részéről van egy külső megerősítése annak, hogy igen, tehát ez nem a mi túlérzékenységünk, hogy nagyon kevés információhoz jutunk hozzá, hanem valóban ez a helyzet. És ugye ezt láttam a tanulmányban. Én is üdvözölnék mindenkit, Hajdú Nóra vagyok, az IDEA intézetnek vagyok a elemzője, döntően nemzetközi és külpolitikai ügyekkel foglalkozom. Én két ok miatt örültem ennek a megkeresésnek a TASZ és a K-Monitor részéről. Egyrészt azért, mert az én kutatási területem, ami független az IDEA intézettől, az a lobbizás területével foglalkozik, úgyhogy ezért nekem ez kifejezetten érdekes volt látni, hogy ez az anyag hogyan áll össze és mint, hiszen a lobby azért sok szempontból összekapcsolódik korrupciós kérdésekkel is, és nyilván egyébként azzal is, hogy mennyire átlátható egy-egy döntés, illetve mennyire átláthatatlan egy-egy döntés, úgyhogy nekem emiatt is érdekes volt ez a kutatás vagy elemzés. A másik, ami miatt hasonlóan én is azonnal igent mondtam, az pedig az, hogy úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben kifejezetten fontos az, hogy egy veszélyhelyzetben, ráadásul felhatalmazási törvény hatályban lévése közben,
hogy folyamatosan legyen egy kontrollja annak, hogy mi történik a döntéshozatal során, és valóban ez nem csak egyébként a sajtónak a dolga, vagy felelőssége, én is úgy gondolom, ebben szerintem kulcs szerepet játszhatnak a civil szervezetek, az NGO-k, az úgynevezett watchdog szervezetek, ami ugye a TASZ is, meg a K-Monitor is, ezért kifejezetten fontos szerintem, hogy ilyen anyagok megszülessenek. Ráadásul, hogy ezt most már többen is elmondtátok, ugye azt látjuk folyamatosan, most már március óta, hogy az ember folyamatosan fut az információk után, nem nagyon kapja meg ezt. Mondjuk tegyük hozzá azt is, hogy az elmúlt 10 évben egyébként is ugye Magyarországon az egy szokássá vált, hogy nagyon sok alapvető információhoz gyakorlatilag csak adatkérésekkel, illetve adatvédelmi perekkel lehet hozzájutni. Ugye ez már egy gyakorlatává vált szerintem, nem csak a médiának, és nem csak a civil szervezeteknek, hanem nagyon sok esetben egyébként politikai pártok is használják ezt az eszközt, hogy alapvető információkhoz jussanak hozzá. És ugye ez a jelenlegi helyzet pedig még nehezebbé teszi azt, hogy alapvető információkhoz hozzá lehessen jutni. Úgyhogy ezért kifejezetten fontos szerintem az, hogy követni tudjuk, hogy mi történik. És akkor egy záró megjegyzés, hogy viszont ha az ideás kalapomat fölveszem, vagy visszaveszem, akkor meg megint csak azért gondolom fontosnak azt, hogy ezek az elemzések létrejöhetnek, mert hogy ezt tudjuk nézni egy nemzetközi összehasonlításban is, azaz láthatjuk azt is, hogy mondjuk például az Európai Unióban lévő országok hogyan kezelték ezt a helyzetet, amiben most is benne vagyunk, és hát ott azért nagyon sokféle példa mutatja azt, hogy azért lehet ezt a helyzetet másként is kezelni, mint ahogy például mondjuk a magyar kormány választotta azt az utat. Úgyhogy emiatt is érdekes szerintem összehasonlítani azt, hogy mely ország milyen gyakorlatokat vezetett be a járvány kitörését követően, és most egyelőre csak ennyit mondani, gondolom fogunk majd erről is beszélni, és még egyszer én csak drukkolok, hogy ezt tovább tudjátok folytatni, mert ez egy nagyon fontos kezdeményezés szerintem. Köszönöm szépen. Hogyha rátérünk a konkrét intézkedésekre, és most az előző periódusra, tehát a márciustól szeptemberig tartó időszakra gondolva, azt szeretném tőletek kérni, hogy mindenki emeljen ki és írjon le egy-egy olyan intézkedést, amit vagy nagyon jellemzőnek talál, vagy kifejezetten mondjuk megdöbbentőnek, vagy felháborítónak. Számomra a legmegdöbbentőbb, nem akarok nagyon átfogóan fogalmazni, az összes intézkedés közül talán a költségvetésnek a minden eddiginél súlyosabb átláthatatlansága volt. Gyakorlatilag ebben visszatükröződik szerintem ebbe az esetben az, hogy a magyar kormány egyszerűen ilyen kicsit ilyen paternalisztikusan úgy gondolta, hogy akkor most itt van ez a járvány, én megoldom nektek ezt a problémát, nem kell tudnotok semmiről. Rengeteg pénzt átvezényeltek a gazdaságvédelmi és a járványügyi alapba, és innentől kezdve megindult egy olyan szintű pénzkiáramlás, amit így úgy kellett darabonként az újságíróknak összerakni, hogy konkrétan mire mennyi pénz ment el. Ezek gyakorlatilag tényleg követhetetlenek voltak, olyannyira, hogy nyár végére, mert így azt is tudjuk, hogy kimerült ez az alap, de továbbra is költöttek belőle olyan célokra, amelyeket egyáltalán nem lehet lényegében a járvánnyal összefüggésbe hozni. A gazdaságvédelmi alap, amit a kormány ugye még tavasszal létrehozott, ennek az lett volna a célja, hogy a járványnak a kedvezőtlen gazdasági hatásait tompítsa, de ettől függetlenül ugyanebből az alapból ment olyan beruházásokra is a pénz, amiket egyébként egyrészt olyanokra is, amik eleve tervben voltak véve, tehát így lett egyrésztről csak átcímkézve, és előadva, mintha ez a járványkezelés része lenne. Másrészt pedig a csókosok támogatása is ebből történt. Illetve hogy nem tudom, hogy mennyire menjek most ebbe bele, mert nem akarom a több, tulajdonképpen ez szinte mindenhez köthető, nem akarom a többiek esetleges kedvenc topikjait lelőni, de szintén a költségvetés átláthatatlanságához kapcsolódik az bizonyos önkormányzatoknak a megbüntetése és kiemelése. Miközben az egyik oldalon azt láttuk, hogy kiírtak a költségvetésből a járványra hivatkozva bizonyos ellenzéki önkormányzatoknak korábban már
úgymond kijárt összegeket, amit még annak idején a fideszes város vagy kerületvezetések gründoltak bele a költségvetésbe, ezeket megszüntették egy tollvonással. De közben azt látjuk, hogy egy hónappal később egy másik önkormányzat, ugyanebből az alapból egy fideszes önkormányzat hatalmas fejlesztési pénzeket nyert. És ezt így nehéz máshogy jellemezni, mint hogy tényleg egyértelműen a politikai kötődés alapján zajlott a pénzek osztogatása. Ezt a járvánnyal magyarázni, ez igazából egyenesen vérlázító. Szóval. Egyetértek Orsival, nagyon erős a verseny, tehát hogy tényleg ami a költségvetésben történt, azok tényleg a vérlázító talán a legjobb szó. Én viszont újságíróként egy más szempontot emelnék ki, nekem a kommunikáció volt igazán vérlázító dolog. Tehát azt ugye megszokhattuk, amit Nóra is említett, hogy információkat nem lehet szerezni, még közérdekű információkat sem lehet egyszerűen megszerezni a kormányzattól, de... És oké, tehát ismerjük azt az állóháborút is, amit a kormány folytat az úgynevezett balliberális média túlsúly ellen, aminek egyébként, bocsánat, ez ilyen nagyon off lesz, de hogy ugye látjuk, hogy most a Szájer József története kapcsán, hogy a média, a jobboldali média, tehát a kormány média az mennyire egyáltalán nem foglalkozik a dologgal, mert hogy valójában ők nem hírközlőek. Tehát, hogy őket például mindezek a dolgok, amik minket itt dühítenek, és amikről beszélünk, nem. Viszont azt gondolom, hogy az a fajta kommunikáció, ahogy magát a járvány kezelését kommunikálták, aminek valójában, vagy alapvetően nincs köze feltétlenül a pénzköltéshez, nincs köze az átláthatósághoz, nincs köze a jogállamisághoz. Egész egyszerűen arról van szó, hogy tekintsük felnőtteknek az állampolgárokat, és hogy ilyen módon tekintsük kivételesen akár felnőttnek az összes újságírót, és adjuk meg nekik azt a lehetőséget, hogy jussanak hozzá a járványkezeléssel kapcsolatos információkhoz. Én azt gondolom, hogy ez egy alapvető dolog, most ehhez képest mit kaptunk? Kaptunk minden nap 11 órakor az operatív törzstől egy sajtótájékoztatónak nevezett valamit, ahol Müller Cecília, aki egyébként egy nagyon fontos pozíciót visel, jó tanácsokat adott arra nézve, hogy mit csináljunk, hogyha mit tudom én, rossz kedvünk van, és nagyon sajnáljuk azokat az embertársainkat, akiket elveszítettünk, valóban. Aztán jött egy-két rendőr, akik maguk rendőrnyelvén valami teljes őrületet adtak elő, viszont egy csomó nagyon fontos információról senki nem értesült, és a lehetőséget se adták meg a sajtónak, úgy, hogy gyakorlatilag nekünk is az egyetlen információszerzés az a sajtókukac operatív törzs, vagy nem is tudom mi a pontos e-mail cím, ahol ugye ők kiválogatták az online sajtótájékoztatójuk sajátos módján, hogy milyen kérdésre hajlandóak válaszolni, és milyenre nem. Néha egyébként e-mailre is válaszoltak, nagyon ritkán, de az, hogy nem volt egy sajtófelelős, akit utol lehetett érni, nem volt egy olyan mechanizmus, hogy bármikor akár tényleg teljesen politikamentes információhoz hozzájussunk mi, és általunk hozzájusson az a 10 millió ember, akit ez valóban érdekelte. Tehát, hogy mi ezt az érdeklődést láttuk, és látjuk is. Azt szerintem, nem is tudom, tehát, hogy nem a sajtónak a hülyének nézése, hanem az egész társadalomnak a hülyének nézése volt. Köszönöm. Köszönöm, ezek is nagyon fontos szempontok voltak, és azt gondolom, hogy ez azóta sem túlzottan változott, de erről majd nyilván fogunk még beszélni. Nóra, hogy látod a helyzetet? Én két példát emelnék ki, az egyik egy kicsit szakmaiban, a másik szerintem jobban közérdeklődésre tarthat számot. Az egyik a lobby törvényt, illetve a lobby törvénynek a hiányát, hiszen 2011 óta nincsen lobby törvény. Ugye ez azt is jelenti például, hogy hogyan születnek meg a jogszabályok. Van-e társadalmi egyeztetés, van-e releváns csoportokkal véleménykörüknek a megfutása. Ugye ez teljességgel hiányzott, ráadásul azért, mert felhatalmazási törvény van, attól még a társadalmi egyeztetés továbbra is le kellene folytatni. Ugye ezt nem valósította meg a kormány, hiába ez a kötelezettség. És ami szerintem megint csak mutatja, hogy hogyan működött ezekben a hónapokban Magyarország, az az, hogy miközben
2020 nyarán elfogadtak ugyan egy korrupció megelőzés szolgáló stratégiát, ami egyébként egy dicséretes dolog önmagában az, hogy foglalkoznak ilyennel, de megint csak jellemző a rendszer működésére, hogy ezt a nyilvánosság teljes kizárásával valósították meg ennek a stratégiának az előkészítését. Ugye azért ez nehezen megmagyarázható, hogy hogyan lehet egy stratégiát úgy elfogadni, hogy közben viszont nem egyeztetek senkivel sem. Tehát ez az egyik példa. A másik, ami szerintem sokkal inkább látványos, az az egész lélegeztetőgépek körüli hercehurc, amit az elmúlt hónapokban ugye végigkövettünk. És itt igazából számokat emelnék ki, mert szerintem azok döbbenetesek. Tehát, hogy egyrészt ugye azt látjuk, hogy a magyar kormány elképesztő energiát és pénzt tett bele abba, hogy lélegeztetőgépeket szerezzen be, és ezt nagyon drágán tette meg. Ráadásul ugye sok lélegeztetőgép a raktárakban ül, nem használható, illetve most próbálnak túladni rajta. És ami miatt ezt itt most felhozom, az két dolog. Egyrészt az, hogy a mai napig nem kaptunk részletes tájékoztatást arról darabra, hogy mennyi lélegeztetőgépet vásárolt meg a kormány, és hogy milyen áron tette meg ezt. Azért, hogy körülbelül vannak adataink, az annak köszönhető, hogy mondjuk olyan sajtóorgánumok, mint mondjuk például a 444 vagy a Direkt 36, ugye sok-sok adatigényléssel kiderített bizonyos dolgokat, és abból például azt látjuk, hogy több mint 170 milliárd forint ment el lélegeztető, sőt, most már bocsánat, 300 milliárd forint ment el lélegeztetőgépeknek a beszerzésére. A darabszámot nem tudom pontosan mondani, de olyan 15 ezer fölötti szám az, amit ugye eddig megmondtak, én mondok egy pontos adatot, ez 15.825 darab lélegeztetőgép, amit ugye meg lehetett tudni a kormányzati tájékoztatásból, és ami miatt ezek a számok érdekesek, az az, hogy azt mutatják egyébként ezek az adatok, ha európai összehasonlításban nézzük, hogy egyébként Magyarország az egész Európai Unióban legdrágábban vásárolta meg az egészségügyi felszereléseket Kínától, ugye ide nem csak a lélegeztetőgépeket értjük, hanem egészségügyi felszerelést is, és ehhez képest viszont, hogy Magyarország a legdrágábban vásárolt, azt látjuk, hogy egyébként olyan országok, akik viszont kevesebbért vásároltak, mint Magyarország, viszont több lélegeztetőgéphez, illetve egészségügyi felszereléshez jutottak hozzá, hogy csak kettőt emeljek ki a sorból. Például mondjuk egység vagy darabáron, egységáron Németország 50-szer olcsóbban jutott hozzá ezekhez az eszközökhöz, és még Olaszország is 10-szer olcsóbban jutott egység darabárban ezekhez az eszközökhöz. És megint csak a legfontosabb szerintem itt az, amikor erről beszélünk, hogy nincsen teljes körű tájékoztatás arról, hogy mennyi lélegeztetőgép, milyen összegben, és hol került felhasználásra, illetve hol várakozik most ez az eszközbeszerzés arra, hogy használni lehessen. Ne feledkezzünk meg arról, hogy történt ezeknek a lélegeztetőgépeknek a beszerzése. Tehát mindig mutatták az élő videót, hogy megérkeztek a lélegeztetőgépek, ilyen óriási csimbadrattával lett átvéve, és közben már akkor figyelmeztettek szakértők, hogy ez sok lesz. Most már azóta tudjuk, hogy annyira sok lett, hogy világelsők vagyunk lélegeztetőgépekben. Ezt maga Orbán Viktor mondta valamelyik pénteki rádió interjújában. Tehát, hogy itt azért is hiányzott, tehát a szakértők figyelmeztették, hogy sok lesz, de közben így úgy sikerült ezeket a beszerzéseket megvalósítani, hogy lényegében nem tudtuk, hogy mit veszünk pontosan, most se tudjuk, tehát az közben kiderült, hogy számos olyan lélegeztetőgépet is sikerült beszerezni, ami lényegben nem alkalmas arra a feladatra, amit így elvárnánk tőle egy koronavírus járvány idején, tehát nem képes ezt az életmentő funkciót betölteni, amit kéne. Nem tudjuk, hogy kivel szerződtek, nem tudtuk. Lényegében, ami a csövön kifért úgy. Tehát nem véletlen az, hogy mi azt szorgalmazzuk, hogy még egy vészhelyzetben is közbeszerzéseket, vagy a beszerzéseket, azokat átláthatóan ésszel kell intézni. És nem biztos, hogy ezek mögött, a lélegeztetőgép beszerzések mögött egy óriási rossz indulat volt. Itt simán lehet, hogy ez egyfajta rossz kormányzás, egyfajta szakmai dilettantizmus, de már olyan szint, tehát ez egy rendszerhiba, azt azért vegyük észre, hogy amikor már ennyire nem hallgatnak se a szakértőkre, se
azokra, akik ezzel foglalkoznak, akkor itt ott valami hiba van a rendszerrel is. Igen, én is ezt szeretnék hozzászólni, hogy miközben ugye vásároltuk a gépeket, mint az őrült, azt ugye nem biztosítottuk, hogy ez legyen megfelelő szakszemélyzet. És hogy nyilván ugye, most én sem tudom a pontos számokat, de azt hiszem 2-3 ezer olyan szakápoló vagy orvos van, aki ezeket a gépeket tudná kezelni, már pedig ugye azt is mondják, hogy egy ilyen gép teljes embert kíván. Tehát, hogy ez a szempont, ez viszont egy teljesen más módon jött elő, igaz, hogy nem ebben az időszakban, hanem később. Ugye ezt most látjuk igazából, hogy az orvosokkal kapcsolatos kaotikus helyzetet megint csak hogy kezeli a kormány. Ugye a legfrissebb intézkedés az, hogy felmondási tilalomban, tehát hogy ők most veszélyhelyzetben nem tudják elhagyni az egészségügyet. Ez is egy ilyen nagyon visszás helyzet szerintem a lélegeztetőgépekkel, meg az egész logika, beszerzési logikával kapcsolatban. Köszönöm. Én is még annyit szeretnék hozzátenni itt az átláthatóságnak a szerepét hangsúlyozva, hogy ahogy Orsi mondta, hogy ez egy rendszerhiba, én arról az oldalról is megközelíteném ezt, hogy az állandó titkolózás az egy idő után arra vezet, hogy mindennel kapcsolatban bizalmatlan lesz az ember, ami intézkedés történik. Tehát adott esetben még olyan intézkedéseket is meg fogunk kérdőjelezni információhiány okán, amik egyébként lehet, hogy indokoltak voltak, vagy nem volt velük semmi probléma. A 17 ezer lélegeztetőgép beszerzése az mondjuk minden esetben mindenképpen egy irracionális dolognak tűnik számszerűleg is, és hát hogyha hozzáveszünk ezeket a Nóra által vázolt számadatokat, akkor aztán végképp látszik, hogy itt valami nem volt rendben. Úgyhogy szerintem ez egy olyan történet, amit még nagyon sokat fogunk a jövőben emlegetni. Az utolsó kérdéskör pedig az volna, hogy mit vártok a jövőre nézve, illetve mit láttok az ősz eleje óta. Nagyon nehéz elválasztani ezeket a folyamatokat, eseményeket, hát látható, hogy egy összefüggő rendszer részét képezik. Sokszor előkerült most is a beszélgetésben, hogy vannak olyan folyamatok, amiknek még nem látjuk a végét, vagy amik azóta is tartanak, vagy változatlan a tendencia. Hogy látjátok, hogy mi az, ami szeptember óta adott esetben egy újdonság, vagy mondjuk ugyanúgy megy, mint a veszélyhelyzetnek a tavaszi időszakában? Lényegében mi találtuk ki, hogy 3 hónapos legyen ez a ciklus, de az a helyzet, hogy az események egy kicsit közbezavartak, ezt azt hiszem te is megerősítheted, hogy szeptembertől lényegében november elejéig én azt gondolom, hogy körülbelül a szokásos mederben folyt minden. Megmondom őszintén, hogy dolgozunk ugye ennek a második jelentésnek a vázlatán, lassan le is zárjuk, már november elején elég jól álltunk vele, úgy éreztük, és akkor hirtelen történt egy éjszaka, ami úgy felülírta az addigi elképzelésünket, amikor újból bevezették a vészhelyzetet, és az elég sok munkát adott. Tehát én itt mindenképpen éreztem egy olyan, azt hiszem, hogy ebbe egyetérthetünk, hogy ez egy elég nagy váltás volt ismét. Azért azt láttuk egyébként továbbra is, hogy rengeteg intézkedés az lényegében azzal a céllal történik, hogy az önkormányzatok jogait továbbra is csorbítsák. Ez természetesen érinti az ellenzéki és a kormánypárti önkormányzatokat is, mert nem olyan régen olvastam egy interjút, amiben egy kormánypárti polgármester, Cserpalkovics András azt nyilatkozta, hogy szerinte lényegében, ez nagyon jó indulattal, hogy lényegében véletlenül hagyják ki az önkormányzatokat az egyeztetésekből, és aztán mintha mindig a fejükre csapnának, hogy nem is gondoltunk rá, hogy titeket ez érinthet, de hát ez sajnos nem ilyen egyszerű ez a történet, mert az alkotmány, az alaptörvényben ugye rögzítve van. Magának az önkormányzatiságnak az eszménye az ezzel összefüggésben van. Tehát, hogy forrás, egyfolytában azt látjuk, hogy lényegében a önkormányzati forrás elvonás történik, folyamatosan, mint hogyha mindig a budapesti eseményekre reagált volna valahogy a kormányzat, mint hogyha valóság lenne, tehát nehéz letagadni, hogy így egyfajta kivéreztetés zajlik.
mint hogyha a kormány egyáltalán nem tudná értelmezni azt, hogy mi az, hogy önkormányzat. Én szerintem körülbelül leértük ezt a szintet, hogy se forrás, se önálló döntési jogkör, gyakorlatilag kezd az egész elpárologni, megvalósíthatják esetleg a kormány által kiosztott feladatok. Láthatóan nem tud a kormány mit kezdeni azzal, hogy ellenzéki önkormányzatok is vannak. Ez szerintem, akinek ez eddig nem volt nyilvánvaló, annak az elmúlt 3 hónapban ez nyilvánvalóvá kellett, hogy váljon. Illetve hát nem tudom, hogy a novemberi eseményekről mennyire beszéljünk őszintén szólva. Vagy itt egy óriási cezúra történt. Egy nap alatt hoztak meg ugye olyan intézkedéseket, vagy lengettek be olyan törvényjavaslatokat, amik így szerintem elég komoly változásokat fognak jelenteni a jövőre vonatkozóan. Egyrészt azt látjuk, hogy zajlik egyfajta vagyonkimentés különböző közérdekű alapítványokba, hogy mint hogyha egy államon túl úgy árnyékállam létrehozása történne, de ezeknek a folyamatoknak nem látjuk még a végét. Nekem az a benyomásom. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Még mielőtt átadnám a szót, egy picit ezt kiegészíteném azzal, hogy ami itt szóba jött jogalkotási téren, az ugye nem csak a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos módosítás, amit egyébként alaptörvénybe írnának, hanem nagyon sok ideológiai hátterű alaptörvénymódosítási javaslat is napirenden van. Továbbá választási jogszabályok azok, amit még érintettek ebben. Minden ilyen jogszabálytervezetet a derültékből villámcsapás technikával teljesen egyeztetés nélkül terjesztettek a parlament elé. És egyébként az időzítés az nem csak ebből a szempontból iszonyú problémás, hogy egy veszélyhelyzet elején és egy minden szempontból súlyos válsághelyzet alatt történik, hanem azért is, mert mindeközben a járványkezelésről szóló jogszabályok, azok gyakorlatilag az utolsó pillanatban jelentek meg. Tehát volt olyan jogszabály, amit néhány perccel a hatályba lépése előtt hirdettek ki, illetve a veszélyhelyzet hatályba lépéséről és nagyon sok komoly járványügyi intézkedést előíró intézkedésről szóló jogszabály, az másfél órával a hatályba lépés előtt került kihirdetésre a magyar közlönyben. Mindezt úgy, hogy ezzel párhuzamosan már a napirenden volt az alaptörvénymódosítás, és 23 óra 59 perckor nyújtották be a választási törvény módosításáról szóló javaslatot. Tehát itt látható az is, hogy voltak olyan jogszabálytervezetek, amik prioritást élveztek a járványügyi rendeleteknek a megszövegezéséhez képest, ami azt gondolom, hogy teljesen elfogadhatatlan egy olyan helyzetben, amikor az elsődleges feladat az, hogy az állam védje meg a polgárait, és ennek megfelelő szabályokat alkosson meg időben, és megfelelően nyilvánosságra hozva. Ezután akkor most átadnám a szót Mercedesnek. Köszönöm. Én picit kiegészíteném azt, amit említettél most, hogy igen, valóban megnövekedett a felelőssége az államnak, illetve a kormányzatnak, de úgy, hogy ez egy bevett gyakorlat, ami amúgy sem egy normális dolog. Tehát tényleg ez az utolsó pillanatban kitalált dolgok, az utolsó pillanatban benyújtott dolgok, a szavazás előtt 24 órával, vagy szavazás előtt 24 órával benyújtott nagyon fontos törvénytervezetek, nagyon sok ilyet láttunk az elmúlt 10 évben. És tényleg most is például azt láttuk, hogy miközben képesek ilyen dolgokat utolsó pillanatban, utolsó utáni pillanatban előszedni, és nyilván úgy, hogy ugye nem akkor jutott eszükbe, csak legyen ez a derültékből villámcsapás dolog. Közben pedig például a gazdaságvédelemmel kapcsolatos nem a pénzszórás, hanem a valódi intézkedések, azok nagyon sokáig várattak magukra. Tehát, hogy például nagyon éles kontraszt volt a Magyar Nemzeti Bank és a kormányzat
lépéseinek az ütemezésében. Ugye ott a kormánynál még tavaszi időszakban is nagyon sokáig vártunk, most az őszi időszakban is nagyon sokáig vártunk konkrét lépésekre. Nagyon sokszor kaptunk ígéretet, volt olyan, hogy a konkrét bejelentés is olyan volt, hogy mindenki nézett, hogy most mi a fene van. Ugye ilyen volt a bérkiegészítés, amiről először kiderült, hogy nem is azt jelenti, amit bejelentettek, aztán amikor azt hiszem 4 vagy 5 nappal később megszületett a rendelet, mert ott ugye nem volt annyira sürgős, akkor be kiderült, hogy az egész nem úgy van, és valójában teljesíthetetlen. Tehát, hogy valóban ez a megnövekedett felelősség idején, ez aztán kimondottan vérlázító dolog. De én nem erről szerettem volna beszélni, elnézést, az őszi újfajta intézkedésekkel kapcsolatban, hanem említettétek már azt is, hogy ugye látjuk azt, hogy az Európai Unióban más országok hogyan viszonyulnak ehhez az egész kérdéshez. És hogy most az elmúlt hetekben ez aztán igazán nagyon élesen előjött, az a fajta kontraszt, ami nem is abból adódik, hogy mondjuk kinek mennyi eszköz áll a rendelkezésére, már hogy pénzeszköz, hanem egy filozófiai kérdésként hogyan tekintenek a válságkezelésre. Tehát amíg egy másik ország azt mondja, hogy megnézem, hogy mennyi pénzem van, és próbálom azt felelősen és értelmesen elosztani, ugye nálunk az van, hogy megnézzük, mennyi pénzünk van, és azt próbáljuk kiszorni, hát ha nem tűnik föl senkinek, mert úgyis azzal vagyunk elfoglalva, hogy járvány van. És ugye itt jött be az a történet, hogy az Európai Unió döntött egy újfajta költségvetési eszköz, ugye a helyreállítási alapnak a kialakításáról, amiről a kormány pusztán politikai okokból úgy beszél, mintha erre a magyar államnak nem lenne szüksége, ez kimondottan a déli államoknak lenne kitalálva, és hogy mi tulajdonképpen csak jó fejek vagyunk, hogy ebben részt veszünk. Ez a kommunikáció zajlott az elmúlt hónapokban, és ugye ami az elmúlt hetekben változott, ez az, hogy kiderült, hogy ez az úgynevezett jogállamisági kritérium, vagyis az, hogy igenis a korábbinál, ha nem is radikálisan más, viszont sokkal látványosabb módon kipellengérezik azokat az országokat, azokat az irányító hatóságokat, és azokat az igazságszolgáltatási szerveket, amelyek nem vesznek részt aktívan a csalások felderítésében. Ez most már visszavonhatatlanul be fog kerülni ebbe a rendszerbe. És amit látunk az elmúlt hetekben, hogy ahogy ez egyre inkább megvalósul, úgy a kormány egyre inkább fordul az Európai Uniós partnerek ellen, és próbálja ezt az egészet valami nagyon fura módon ráhúzni a járványra. És hogy ennek mi a kifutása, ugye ezt most nem látjuk, bár persze mindenkinek megvannak az elméletei ezzel kapcsolatban, de hogy valójában miközben a járványra hivatkozunk, itt nagyon a háttérbe szorul ez az egész járványkezelés. Igen, akkor én is mind a két felvetett témához reagálnék. Egyrészt arról, hogy hogyan születtek ezek a törvénymódosítások, jogszabálymódosítások a veszélyhelyzet idején. Egyrészt az, hogy a kormány ezt a helyzetet kihasználja, azt láttuk már tavasszal is, hiszen ugye akkor is kifejezetten sok módosítást valósítottak meg ebben az időszakban, ugyanígy salátatörvényt és egyéb jogi eszközöket alkalmazva, ugye most is ezzel a technikával éltek. Én két dolgot emelnék ki. Azt is meglépték ebben az időszakban, hogy olyan társadalmi csoportokkal vállaltak nyílt konfliktusokat, amikre semmi szükség nem volt. Ugye itt egyrészt arra utalnék, hogy mondjuk például miközben az orvosi béremelésekben ugye a Magyar Orvosi Kamarával történt egy megállapodás, ezen közben az egészségügyi törvényt ugye úgy módosították első körben, hogy az elképesztő felháborodást váltott ki az orvostársadalomból. Tették ezt egy olyan időszakban, amikor egyrészt ugye ez egy rendkívül hosszú évek óta meglévő adóssága vagy tartozása volt az orvostársadalom felé a mindenkori magyar kormányoknak, de ugye ráadásul egy járvány kellős közepén vállalták azt föl, hogy olyan módosításokat vezetnek be, amelyek megnehezítik még inkább az egészségügyben dolgozóknak az életét. A másik, amire én felhívnám a figyelmet, az az, hogy ugye ti is említettétek, hogy nagyon sok módosítás, változás tényleg a szó szoros értelmében a 24. órában valósult meg, és ehhez képest pedig mondjuk magyar kisvállalkozók, üzlettulajdonosok, étteremtulajdonosok, egyszerű szülők, akik a gyereküket vinnék iskolába, nem tudták azt, hogy a következő, nem tudom, 6 órában majd, akkor mi szerint működjön a család élete,
kinyithatom-e az üzletemet, kiket engedhetek be ebbe az üzletbe, hogyan fog tudni a gyerek mondjuk tömegközlekedési eszközre szállni. Szóval ez egy éles kontrasztban mutatta meg szerintem azt, hogy miközben a társadalom egyre szélesebb rétegének kell megküzdeni ezzel a járvánnyal, valójában nem kapunk nem csak, hogy elkésetten, hanem valójában egyáltalán nem jön tájékoztatás a kormányzati oldal részéről. Szóval ez szerintem mindenképpen egy nagy mulasztás volt. Ráadásul egy olyan mulasztásról beszélünk, ami mindenki számára érzékelhető volt, hiszen a bőrünkön éreztük azt, hogy nem tudjuk, hogy milyen szabályok szerint tudunk dolgozni, élni a következő időszakban. De ugye azt is láttuk többször, hogy ez a fajta kapkodás, ez tényleg ahhoz vezet, hogy hibás, rosszul megfogalmazott, rosszul kialakított szabályok születnek. Tehát, hogy nem csak, hogy az utolsó pillanatig nem tudja mondjuk az adott szülő vagy kisvállalkozó, hanem még utána se. Tehát, hogy például mi írtunk olyan szállásadókról, akik egy adminisztrációs rendszerben levő sajátosság miatt nem jutnak hozzá az a támogatáshoz, ami elvileg jár nekik. Ne felejtsük el, hogy közben viszont, miközben ezek az átláthatatlan intézkedések születtek, lényegében folyamatosan ment a Facebook kommunikáció arról, hogy mi fog történni, de ez egy Facebook kommunikációra nem lehet cselekedeteket alapozni. Tehát azt láttuk, hogy bemegy Orbán Viktorhoz egy képviselő, és megkéri, hogy ugyan már a kutyasétáltatásra mégse vonatkozzon a kijárási tilalom. Írjuk bele! Egész este? Legyen egész este. Tehát én azt gondolnám, hogy ezt az ellenzéknek kellett volna kitenni ezt a videót körülbelül, mert szégyen, hogy így zajlik a jogalkotás. És ebből is látszik az, hogy lényegében az egész koronavírus válságkezelés nem volt semmi másra felhasználva, csak egy kormányzati propagandára. Tehát hogyan lehet ebből ezzel az embereket még jobban megszólítani. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és szeretném beharangozni, hogy a következő jelentésünk, tehát ami a szeptembertől decemberig tartó időszakot foglalja össze, az a karácsony előtti hetekben fog érkezni, tehát terveink szerint nagyjából 2 hét múlva legkésőbb ezt szeretném publikálni majd.